Felmerült bennetek a kérdés, hogy mi már a célom? Mit szeretnék én ma elérni a My Summer Car nevű játékban? És erre annyi a válaszom, hogy semmit. Nekem az a célom, mára, ezt már megtanultam ebbe a játékba, kicsire kell menni, hogy belépjek a játékba. Oké, ha nekem betölt, és belépek, akkor én mára elértem a célomat. Én onnantól kezdve nyugodt leszek, nem lesznek elvárásaim, és csináljuk, ami úgy éppen jön. Oké? Ami nagyon fontos, ami éppen jönni fog, az az, hogy először is megszerezzük az új autónkat, ami nem más, mint ez a szakadt szar, amire kicsit felkészültem azóta. Kis felvezetés. Ja, meg egyébként kiszedtem az összes pénzt a táskából. Mint hogy láthatjátok, hallod, ennyi volt benne, pontosan ennyi. Pont ennyi volt benne. Itt halljak meg. De amúgy ennyi volt benne. Nem tudom, de ez 1 millió. 1 millió 6 volt benne. És amíg van benne egy kevés, pont 100. Kifogyott a táska, érted? Kiürült. Nem tudom, hogy hova tűnt már belőle az a maradék 4 millió, de ennyi volt benne. Furcsa. Na mindegy. Oké. Okay. Mint ahogy láthatjátok, egészen jól vagyok. Pénzügyileg is, meg egyéb statokban is az autó tökéletesen. Önmaga viszont nem vele megyünk, hiszen húzni kell majd ezt a szart. És még Bözsit is megtankoltam, vagy kicsoda az. Szóval így csapás dolgunk. Beszállunk, és elmegyünk. Oké. És elmegyünk a városba, mint ahogy azt már múltkor majdnem sikerült is. Izzítsuk szerencsétlent. Jó vagy talán reddet is rakunk, de hát videk. A bírságokat nem bírom kifizetni. És ezt nem értem, hogy miért. Miért? Tehát ott van az asztalon, rányomok lábbal, bármivel, és nem. Beleakadtam a traktorba. Menj már innen, hát nem hiszlek el. Én csak szeretnék menni a városba, kösz. Majdnem kiszedt az ajtómat is. Na. Jaj. Óvatosan. Postaládában csak az áramszámla van. Szerintem már annyi bírságom van, hogy a rendőrök már nem tudnak velem mit kezdeni. Vagy lehet, hogy visszalapozott a csáva és kivette egy csomó pénzt a dobozból. Na hát ez kifizetve, de az meg benn van a konyhaasztalom. Ja, adjam vissza neki a bőröndöt. Nyerje már meg újra. Szerencsétlen. Na, Nightfall. Persze. Új házat? Hát ha lehetne venni új házat, akkor megvenném az új házat, de így nem lehet, nem. Ez valami Linkin Park lenne? Ja, igen Ákos. Ez egy nagyon jó volt, tehát erre pont tegnap gondoltam, hogy meg kell nézni, mi van akkor, ha lecsöknek. Tehát itt ne spoilerezzé, de vajon ki lehet jutni a börtönből? Vagy mit lehet oda bent csinálni? Lehet, hogy van valami. Kapcsolt be az olyat! Öves hang. Egyébként ez nem rossz. Ez nem rossz, mert funkcionális is lenne. Moddal lehet venni házat, én azt tudom. Hogy alapból is lehet-e... Kiflin árkorja, jaja. Hogy alapból lehet-e, arról nem tudok. Mondjuk így. Na, menjünk a betonra. Na. Ne játszunk az életünkkel. Menjünk azért jóval közelebb van ki nekem. Igen, ez nagyon Linkin Park.
Chesternek pont ilyen a hangja, hogy fel van egy kicsit gyorsítva. Szegény kifli, hát most szenvedett. Lehet, hogy az experience-támon valóban tetszik megrólnak a... Az az, amikor megvannak az új frissítésed, nem? Hú, de elszoktam úgy játék kormányzását. Amúgy néztem modolt autót, de egy modolt autót nem láttam, ami normális lenne. Meg amit ajánlanának, meg ilyenek. Tehát, hogy minden mod, amit láttam, az ilyen letakarható szerelőakna, meg talán az új ház is, meg egy-kettő ilyen tényleg apróság, és ennyi. Na, nice, kever. Jó, az lovon, én is a lovon játszok. Az realizm, nem. Nekem úgy... Á, de egy szar az egész. Szatom a mellett. Hát már én is őt nézném. Ja nem, amúgy nem. Nem. Az ASMR-t szeretik. Van róla egy jó videója az ASMR-ről, ugye. Mondjad már a nevét! Jazz Friedmannek. Ami pont nem is olyan régen. Nem is olyan régen néztem vissza a végre. Ez tök jó. Többen nézik azokat a csajok, azokat az amerikai csajokat is, akik annyit csinálnak, hogyha feliratkoznak, akkor bebocsítva felírják a feliratkozó nevét egy puzi táblára. Hát az ASMR-en meg se lepődök. A csaj is van, meg ASMR is. Arra gyúrják a... Akabra az egét, zenét? Ugye mennyire vagyok? Megőszem. Az a baj, hogy ez az egyes hangerő. Tehát, hogy ez a nulla. Ez a nulla így zene tekintetében. Na majd a... Bercivel. Bercivel nem kapcsolok a zenétektől. Hát igen, a Nightcore nem igazán nulla basszus és hangszorúra való. Ja, meg Snapchatot adnak. Minden felületezem Snapchatot. Én nem tudom, tehát hogy... Mit történnek ott ezeket a Snapchaten? Édesanyám. Én is minden feliratkozom a Snapchat, azt majd a reggeli vízlieimet fogom majd fényképezgetni. Ma reggel is tettem volna fölről a képet. Lendjebb lehet venni a hangját. Hallod? Te zseni vagy. Erre még nem gondoltam. Olyan rádió hangerőt állítani. Komolyan 70 óra játékidő után világosít fel engem egy Aragedmund nevű ifjú. Most 3 volt, az egyik meg 2 volt vágva. Mindjárt megnézem. De ahogy tökre úgy keltem, hogy mindenre elég lesz az időm, nem lesz semmi baj. Aztán rájöttem, hogy hajat akarok mostani. Reggelire hotdogot szeretnék enni. Illetve meg is kéne borotválkozni, de az csak bajszire maradt idő. A borst az megmaradt.
Ráizzítunk. Közben meg... Hát, ma nem Ákos nyert. Konkrétan nincs is olyan nagyon gémbeállítás. Meg hangbeállítás egyébként. Hát igen, eleve a zenét kellene úgy halkabban le kirenderelni. Általában így beszoktam. Mert kérded? Na, tehát odáig áll a benzinmutató, az bőven elég nekünk. De akár meg is tankolhat. Nem. Ja, de itt a tanksapka. Akkor a tökön fogja. Na szóval, van nálam pénz is, hogyha esetleg ott lesz uraság elnyerni tőle a pénzét. Jaj, a hidraulik pumpot nem akartam. Ifilok, de az hogy van bekapcsolva? Ja, gondolom akkor, hogyha világítő szar. És ilyenkor van leereszve a kerék, vagy ilyenkor van felemelve a kerék? Ezt nem hiszem el. Az, mintha fenn lenne. És most van lent, ja. Jó. Illetve majd achievement területén... Hát... Mindent a maga idejében. De majd a... teleszívós, szarteleszívós, az meg kell. Illetve utána olvastam. És a Satsumának a végsebessége 220 fölött van azzal az áttétellel, amivel én megpróbáltam átlépni a 200-at. Tehát az már bőven 200 fölött volt, és nem kaptam meg az achievementet. Kezdek... tübegurulni az én achievementjeimet, adja meg ez a szar, mert ha nem, akkor kidobom az ablakon. Achievement, az respect plusz plusz. Ez soha nem lehet meg megérteni, Bence. Ne is kérdezz. Hát de a váltó áttétel, az utolsó final gear ratio, attól függ, hogy mikor fog leszabályozni. És a legnagyobb van benne, volt benne. És azt írja a Wiki, hogy ott már nem mér az óra, ugye? Tehát ott már nem tudom, hogy mennyivel megyek, de a Wiki azt írja, hogy ott már 220 pluszba vagyok. Érted? És tiltásig mentem vele, szóval... az csak 220 plusz lehetett. Lehet azért nem kapom meg az achievementet, mert szíjjel van bugázva a játék editorra. Lehetem, hogy felismeri, hogyha együtt az használok, vagy valami, nem tudom. Hát az egy szomorú dolog lenne. Ez lenne az az út. Maybe. Nem mentettem a városba, de jó. De rohadt jó. Ajjaj. Pedig még gondoltam is erről, attól nem kéne elfelejteni. Szegény Vivi-nek élete munkája a romokban. Beadolod az achievementet. Teljesen jó. Kérlek, ne egyetek meg! Oh shit. Azt tudom, hogy a picsába... Várjál! Ez a gyerek nem annyira buta.
A darazsak... azok este nincsenek ébren. Hát ezért csak be tudom nézni valami körkevert. Egy emoji elég. De szia TV. Hello Lord! Ó, oh, a tökémet beléd. Egy kicsikét a szöggel van baj, tehát... gondoltam, majd kijön. De... rövidre nem kell. A, megvan. Oké. Lehet, hogy itt van benne csávó egyébként, mert az úgy könnyebb lenne. Lehet, hogy kapnék kulcsot. Főleg, hogy nem osztam magam a csavarhúzót. Ó, hogy azt a telibe vert. Hogy felejtettem el azt is. Jó, úgy is mondhatjuk. Csókolom, Ági van. Itthon van az úr. Hello. Nincs. Komolyan szerintem megdöglött. Jó, tehát. Akkor ide jövünk mondjuk, vagyok ide, és adunk neki egy ívet így. Kiegyenesítjük a víz felé. És most rükkverc. Nem merek szembe neki menni, mert még a darazsok beagaróznak. Vajon hol vagyunk? Ó, hogy rohadj meg! Csukpá be azt a szart! Jó, hogy nincs első szélvédő. Te szarházi, te! Mi lenne akkor, ha nagyon gyorsan mennék vele így autópályán, és lehagynám a darazsokat? Igen! Yes! Azt hiszem, hogy közel vagyunk a célhoz. Benne van... vagy mi? Rögzítőfék? Oké. Hát nem tudom... végül is benne van. Jogos a kérdésed, Lord. Menj mentebb! Még egy kicsit. Még egy kicsit. Gyerek. Érdekében behúzza a kézifék. Laptop penteli. Hát az már benne van, nem? Mert elvileg a kesztyűtartóban van a darásfészek. Tehát zsíra buli. Menjél be! Menjél.
Bocs, köze. Elragadtattam magamat. És azt hiszem, hogy... Szép, most ott... Ez így jó. Nem most jó. Hello? Ott a darásfészek, azt a rohadt mekkora! Fúj! Kézifék kiengedve? Már nem, mint hogyha a kézifék nélkül. Most a kézifékkel nem tudtam volna elhúzni. Kész! Nincsenek benne darazsak! Yes! Ez az! Van egy új autók! Úristen, hogy kitalálta ki ezt a hülyeséget, hogy így kell ezt megcsinálni? Azt a rohadt! Na, gyere kifelé! Jaj, hogy kihúztuk! Hát ezzel a... Ezelőtt az autó előtt nincsen akadály. Na, ennek örömére még kicsit szippantok egy kis szart. Yes! Loptuk egy kocsit! Ne aggódjatok! Ne kiesünk a... centrálzárnak a csavarhúzóval, az jó lesz. Ez így van, Ricsi. Ez viszi majd a 200-at, az biztos. Na ne maradjál le! Úgy húzom magam után, mint egy papírfecnit. Mondjuk hát... nagyjából az is. Ebben nem kell, neki még a fának ő hal, meg nem én. Yes! Jó, van, ez is fogom. Tehát, hogy papíron el lehetne nyerni a kulcsot a csávótól, aki benn van a házba valamikor. Ilyen játékkal. Utána odaadja nekünk a kulcsot, hogy csináljunk valamit akarunk, mert hogy tele van darázsra. És az egyetlen lehetőséged az az, hogy belelököd a tóba az autót, hogy meghalljanak a darazsak, majd utána kihúzod és... kész. Gyere, én mikor jöttem rá? Ez nem kompatibilis VR-ra, viszont a Mother Simulator az igen. Tattam én... kártyajátékkal. Amúgy milyen kártyajátékot kell lejátszani? Valaki tudja a nevét? Már lehet amúgy, hogy nem is tudok én a kártyajátékot játszani. Hogy megy keresztbe, hallod? Júj! Pénz van. Most komolyan senki nem tudja, hogy milyen játékot kell lejátszani. Már lehet, hogy amúgy oda mentem volna, azt nem is ismerem az a játékot. Ákos, olyan tájékozott, hogy ez az autóval kapcsolatban meg tudnád nézni, hogy, hogy a csávó mikor van ott? Az minden vágyam, Tosi. Anna pókert azt adnám? Texas Hold'em-et. Este mely nap közben iszik. Blackjack. Blackjack 21-et kell elérni kártyákból, ugye? Blackjack? Nem ismerem Blackjack-et, bakker. Nagyon sok kártyajátékot kimaradt nekem, mert mindig úgyse tesóm, csak tesóban játszott, én meg úgyse ismerem. Dávid oda játszunk. Hát kösz szépen! De legalább pókerbe. Nagyon epic skilleket tudtam így kialakítani. Hol van neked a... szartartály? Ja, ott.
Na de jó. Elér az odáig. Hát... Elvileg este van ott. Akkor egy gyors blackjack tutoriát kérnék. Majd megtanítunk be. Na! Mennyire bonyolult? Mennyi fos van most benne? Ó. Még épp félig. Hívd fel tesódat, hát. Szerintem még már nem emlékszik rá, úgyhogy tesóm szerintem emlékszik. Nagyon nagy játékos volt ilyen téren. Várjál, megtörjük kifelé. Tehát betörjük befelé. Minél közebb kell lenni a 21-hez, de ha túlmész, akkor vesztettél. Mi az, hogy 21? Mármint, hogy értve 21? Milyen lapokkal játszák? Magyar kártya? Vagy a... Gondolom, nem az. Rendes pókerpakli az, és nem jut eszembe, hogy melyik. Jó, majd este meglátogatjuk. Póker, oké. Okay. Annyi legyen a kártyák összege. És hogyan tudom ezt befolyásolni, hogy mennyi... Tudok cserélgetni lapokat? Vagy felhúzni, vagy letenni, vagy... Vagy mi? Ó, szomjas vagyok. De jó, hogy szomjas vagyok. Szerencsét, mint ilyen utának. Az ász az 11-et és 1-et ér. Oh. Lapokat kell felhúzni. Alapból 2 van, és kérhetsz kártyát még, de ott senki kell, mert több lesz, akkor veszítesz. Aha, akkor ez ilyen rövid játék. Nem, nincs itt semmiféle dehidratáció. Ó, itt egy doboz kilió. Francia kártyák. Joker nélkül. Aha, hát akkor ez ilyen tök gyors játék. Érdekes, ilyen... Hát ilyen full szerencsejáték, nagyon jó. Igen, látom, hogy szomjas vagyok. Legalább akkor van. Ó, nem, nem olajott lapok. Szarcippantak.
Ja, meg hát egy autót lopok, de az más. Nem értetek róla kifli, hogy a szerencsi játékok utálnak engem. Mondjuk pókerben eléggé ellapítottam minket a nyaralásom. Hát, hogy kezd sötét lenni. Akkor este, hát mondjuk este még ne lenne otthon, érted? Erre még nem gondoltam. Hát nyilván este otthon lesz. Mondjuk lehet a kocsmába is, de amikor bezár a kocsma, akkor meg már csak... Akkor megvan a terv. Add már pénzt! Nem kell annyira az a kérjük. Jó, végül Fater elvert, oké, de az csak azért, mert meguntuk, mert túl sok zsetont osztottunk, és benyomtuk az all-int, és éppen nem nekem volt szerencsém, de amúgy lassan, de biztosan felértem Fater vagyonát is. Én adom kifli. Kevés zsetont kell osztani. Hát itt tovább tart, Zoli. Szegénység van. Nem lehet csak úgy szívni. Jó, ja, mondjuk húzok magam után egy szar, de... Ja, megszaladt. Tele vagyunk szarra, plusz még egy ilyet is húzunk, hát... Nem tudom, hogy nem úgy kapar, mint hogy kéne. Na menjé már. Le van szarva a cső, majd én utána. Kevesebb a tüdőrák esélye is, pontosan. A kocsiban van ellátmány. Nem figyeltem, Repair. Kis erőtartalékot gyűjtünk egy menethez, amúgy nagyon durva. Ezt napsikára jövő héten vesszük föl egy autóról egy tesztet. Azzal voltunk most nyaralni. Tehát amikor az 5%-os emelkedőn az autó 5 személlyel megpakolt csomagtérrel, automata váltóval, az automatika azt mondja, hogy ő most, ha jól tudom, 80-nál 7-esbe fog fölfelé menni a hegyre, 1500-as fordulatszámon. Én ott egy kicsikét átgondoltam az életemet, hogy mi van. 1.4 turbo. Ez új divat. Tudod, ez az új divat motor. Kispotor nagy turbo. Szerintetek az mi? Repair. Na már. Hát sajnálom, és tényleg, tegéljetek be nyugodtan, everyone-t. Mindenki lássa, hogy pineljétek, meg ilyenek. A Discordon azért vagyunk itt párom. Hátha. Hát remélem, hogy lesz valami, de hát... Hát 150 ló valóban, de hát mi a szar? Ez így van, baby. Pontosan,
Skype van, az ilyesmi. De ez... Egy négyet felfújni nagy turbóval 150 lóig, és meg egy ilyen szar automata váltót rárakni. Lehet, hogy valamit tudnak, amit én nem, de... Mi felénk 3-4 ezer között szokás felmenni az ilyen lejtékre, hogy a motort a lehető legjobban kíméljék. Igen, a legnagyobb divat az most az 1-0 turbó. Rájöttek, hogy a turbó az jó dolog. És rájöttek, hogy egy dongó motorból is ki lehet hozni vele nagy teljesítményt. 1 literes motorokat fújnak fel nagy turbóval, érted? Nem tudom, de azok mennyit tölthetnek? Ilyen bár körül kell tölteniük a szerencsétlen egy literes motort. Édesanyám. Na, a városig elhoztuk a Verdát. Ez már jó, mert egyébként benzin nincsen benne, megtankoljuk. Szippantós kocsi elvégezte feladat, illetve akkor már elmegyek szippantok valamelyik kettőt, és akkor már hozzá esik elvileg. Szabó X01, nagyon szépen köszönöm, hogy feliratkoztál hozzánk, hogy azt az 5 dollárt, úgy gondoltál, hogy első hónapban ránk szánod, nagyon szépen köszönjük, és ez sokat segít nekünk. Újra elindultunk vissza, visszazolantunk egészen 83-ról 78-ra, de kiszabolja. De újra elindultunk vissza az úton, nagyon szépen köszönjük tele mindenkinek, aki hogyha tud, ilyen összeggel támogat minket havonta. Mert minél többen leszünk, ez az összeg annál jelentősebb lesz. Köszi szépen. Ja, láttam, hogy írott ki Flip, még úgy nem láttam, de... Hát még a 120 ló az még csak hagyjány, de én úgy hallom, hogy még jóval többet szoktak kihúzni ezekből a motorokból. Hát, hogyha esetleg valakinek van felesleges Twitch Prime, az elfogadjuk. Nagyon fontos egyébként, hogy a Twitch Prime az nem risszabó. Ezt minden hónapban el kell nyomnod valahol. És hogyha már ki van fizetve, ha már van, akkor nyom rá. Valahol, tök mindegy hol. Csak nyom rá. Oké? Okay. Ne álljon ott a Twitch Prime felhasználatlanul. Te követ csináltak itt. Pontosan. Nem risszabol. Tehát, hogyha valahova szeretnél risszabolni minden hónapban, akkor el kell nyomnod minden hónapban. Hát igen, idegesítő valóban. De hát ennyi a hátránya. Egyikben csak van már még. Szomjas voltam egy kicsit. Hát a szomjúságból is viszed egy kicsit, de valóban nem túl sokat. Nem annyit, mint a tej vagy a sör. Ne így zenebben álljál már, mert mindjárt felrobbantalak. Nézzük, mit csinál. Jó. Nincs hitva a pub. Na már. Óhe. Akkor az a helyzet, hogy...
De hogy ez még csak azt lehet betörni. Azt nem tudom. Jó. Szóval. Ha nincs egy itt a pub, akkor legalább még biztosabb, hogy ott van lesz a csávó. Hát valószínűleg ki jó biznisz, az már nem fog menni. Érhető, hogy ideges vagy repair, főleg, hogy sokat dolgoztál vele, meg szeretted ezt a motort, szóval hát... Ja. Meg soha nem laptak tőlem el ekkora értéket. De hát mindig össze-vissza szarom magamat, amikor a Subaru-t éppen ott kell hagyni valahol. Már csak a felrekek téglára már akkor érted. Már akkor gázba van. Gondolom. Ei vittu, pitikö sunkin nyt vittu tulla tähän haisemaan vittu? Ihan nem, de no. Eks toi johki haisee ihan kuselle. Et päässä se jäisi ikäsääpäin. Kiitos sulle vittu. Videózom még ott, de... Amúgy... Nem. Mennek ez jäisik? Ja, igen. Menjél már! A sör gyorsan ki! Jó. Az előbb nem itt voltál. Egyetlen mi hiányozhatna izébe. A YouTube-ba. Sok néző a semmilyen közösséggel. Nulla kommunikációval. Kicsi benzin volt benne, de nem túl sok. Tényleg, Badai után Forma 1. A háttérben még mehet is. Vagy én vagy a Forma 1. Vagy mikor mi. Mondd azt valamit, Dana. Más légkör. Más. Például bocskosul élveztük azt, amikor YouTube-on néztek minket. 3-4-esről. Az rohadt jó érzés. De az is egy jó érzés, hogy itt. Tehát mindenképpen meg van a saját maga dolga. Az meg mit keres itt? Ja, ott van, oké. Szóval... Azért nem tud hiányozni, mert... Itt is van olyan jó, mint ott, csak máshogy. És ez a jó, ez kötött számít. Na várjunk, mennyi az idő? Ajaj, hát nem tudom, hogy ott-e van már a barátunk. Most már úgy azért ott kéne. Ha nincsen, akkor viszont még későbbnek kéne lennie. Ó, meg itt akarok szarszikantani. Még azzal még húzottam volna igazán az időt. Húha! Satsuma jobban fogja.
De van lámpa. Csak annyira megyek, hogy nincs időm oda nyúlni. Húha, ugye nem mentem még túl. Motorfék! Yes! Más király, oké. Az is egy másféle dolog, tesi. Hello? Léci, legyél már itt. Léci! Hello. Mi most nincs itt? Majd jön. Tehát akkor gondolom fel kell neki tenni annyi pénzt, hogy... hogy már ne tudja tartani. Minket 250 a max. Vagy hogy megy ez? Vagy el kell tőle nyerni a pénzét? Aha, értem, jó. Nem tudok többet felrakni. Stand at 11. Ja, most van 11-em. Tehát megállok, vagy kérek még? Mi az, hogy látom az ő kártyáját? Itt nyitott lapokkal játszunk. Hát figyelj, 11 van, akkor hogy van? 21? Ha pontosan 21-en van, akkor az instant win. Tehát, hogyha nekem most lejönne egy bubi, vagy egy dáma, vagy egy király, akkor instant win. Viszont ha lejön egy ász, az se baj, mert egyesként is felhasználható. Léci, bubi dáma vagy király, kérlek! Ó, hogy rohanj meg! Na most viszont már nem kaphatok bubi dáma királyt. Mert akkor becumizom. Tehát a legnagyobb, amit kaphatok, az... ez megállt ott. Kettőnél. Ez hülye. Ez most a legnagyobb, amit húzhatok, az a 8-as. Hát 50-50. Azért itt már bőven van esélye a föntire is, meg lentire is. Inkább a föntire, mert még egy bubi, meg dáma, semmi nem jött le. Nem már. De 13 az nagyon kevés. Ezt be kell kockáztatni. Kérlek! Úristen! Úristen! Megállunk. Na, 2, 7, 9, 12. Mennyi? Haha, becumiztad! Yes! Hát és én dolgoztam, ám most már 300-at lehet feltenni. És én eddig dolgoztam, és nem itt kerestem a pénzemet. Vittuje vittu! Mi? Wow! De a kettő kárhoz nem 10-10, tehát 20. Most ez mi? Érted? Ilyenkor lejön a király kézbe. Hello? Azt a telibe ve... Vittu. Te szarú keversz, buzi gyerek, majd én megkeverem. Takarodj innen.
Na jó, az egyes végül is. Akkor, jó, tehát akkor... Akkor nem úgy... Akkor rosszul mondtátok, mert akkor a... Bubi az... Tehát 10, Bubi 11, Dáma 12, Király 13, és az ász pedig ugye 14, vagy 1. Legalábbis itt. Mert ha jól emlékszem, mindegyikre... Tehát Bubi, Dáma, Király az 10, azt mondtátok. Mindegy. 14. Tehát csak... A legrosszabb esetben... Ami jöhet, az egy 7-es. Ha 7-es lejön, akkor... De miért nem én csinálom? Kérlek! Megállunk. 18. Az 7. Az 9. Az 13. Dobd fel a kulcsot, papa! 350. Na. Húsznál vagyunk. Ott a Bubi 2. Húha, az várja Bubi, az 13. Júj, de becumisztad! Szar vagy! Ezt meghúznám. 400. Pattintsuk. Not good. 6. Jó, egy... Egy kárót kérek. Rohadj meg. 11. Max egy 10-es. Kérlek, csak ne legyen. Jó, Vin, kész. Hallod, a 21-nél egyből megnyerem. Azt a retek. Yes! 450. Mi van? Mindjárt felmegyünk 1.700.000-ra. Káró 3? Igen, jó. Hát viszont ez necces. Mert 5. 5-ös. Áááá. 5-öset a jó életben nem fog kihúzni 5-ös alatt. Biztos, hogy nem. Nincs az a mak. No. Itt meg kell állni. Na nézzük. Reméljük, hogy szerencsétlen lesz. 2. 12. Na most rá tud durrantani egy nagyot. Igen! Yes! Újabb 500-as. Nem maradt pénzed! Jó, baszki. Juvin! Ott a 8-as káró! Fuck! 150! Hát, ez nem jó. Szél a 20 milla. Jó, erre bármi rájöhetsz. Nagyon sötét. Szóljatok. Csak hogy szóljatok, hogy visszaállítsam eredetire. Elmegy. Hát ez világosabb lett, nem ugye? Szóval 15-nél vagyunk, max egy 6-ost húzhatok. Az gáz. Az gáz. Úgy se jönne le. Úgy is beszélhetod magad, 10-ről indul. Érted? Már lehúz egyet a... hát de mondjuk, hogyha lehúz egy 6-ost, akkor cumi. Nem vagy te olyan szerencsés. Megállunk. Kérlek. A 7-es, hogy rohadj meg. Szar. Bittu. Három Bubi. Max 7-es, kérlek. Yes!
Megállunk. Már alapból Károról indul, és még rárakja a másik Károt, hát úgy lehoztuk. 600 a következő. Na várjál már, mindjárt meg vagyunk, mindjárt 1 millió 7. Oké, Bubi 2. Nem rossz kezdés. Kifejezetten nagyon jó. Maximum 8-as. Az csak benne lesz. Lét. Még megy fel a stresszem ennyire. Rágyújthatok? Már kell. Ezt a szonyogot már befogadtuk. Mennyi pénze van ennek? Nem tudom vajon mikor lesz a kocsikós, de ne is mondjátok el. Vittuje vittu! Na, 600, gyere! 14. Jó, rádurrantunk. Yes, ott a 20-as! Ha nem makkod be a 21-et, akkor 7. Plusz Bubi. És még ráhúzol. Rip. Ennyi. You win. 650. Csap ki. 15. Maximum 6-os. Van olyan makk az életbe. Léci. Na nincs. Vittu. 7, az bőven mehet bármi. 17, megállunk. Itt vagy abba biztos, hogy te leszel szerencsés, vagy abba, hogy ő lesz szerencsétlen. Hú, hogy állunk? Yes, az már tuti több. Mi? Nem számoltam, de akkor fuck. 16. Ó, nem már, és hogy Bubival kezd. És hogy Bubival kezd, az... bőven belenyúlhat a... fölé. Azért 16 meg az meg... Na, megállunk, nézzük. Egy kicsit most. Igen, az egy, és most rádurrant az egy nagyot. Yes! 700. Á, igen, Junior. Valami olyasmi. Kell még egy. 20. Csak nem, akkor jön már be a 21-et. Annyira nem kemény. Szar vagy. Jöhet a 750. Ó, Bubi 4. Nagyon jó, de nem elég jó. Maximum 6-os. De viszont ő Káróval indít. Hát ha behúz egy kicsit, akkor nagyon jó. De viszont neki több esélye van elrontani, mint nekem jóra kihozni. Szóval megtartjuk, és ha most ő rádurrant mondjuk itt 10-est, akkor rip. Igen! És ott van a 1 700 000. Oké. 800-zal haladunk tovább. 12. És ásszal indít. Hát ez most lehet neki aztán 14 is, meg 1 is. Szóval nem igazán kéne itt megállni, nem álltok meg, mert egyből veszitek, és hát most szomszom, de jó. Ez nagyon szar. Full szerencsejáték. Amúgy az ászt, azt egynek vesz itt. Hát nem tudom, de itt most nekem 4-et írtad. Az 1 lesz. Biztos, hogy ráhozunk. Dáma 16. Ez mindig a szar rész. 7, 8, az még nem elég. És most egy királyt. Ó, igen! Yes! 850. 9.
Én a királyt mindig kározom. Akkor király, bocsánat. Akkor az a forma. Szóval 9... Hát, ne. Legyen egy max bubi, léci. Jó, megállunk. 9, bubi. Vittu. Te bakker állat. Te se hiszed el. 13, arra még rá kell húzni valamit. Mi? Hát, na. Hú, nagyon megy föl a stressz. 15. Ah. És 4-jel indít. Legyen. Nézzük. Rárak egy 7-est, igen, és most rányom egy, mondjuk, királyt. Ász. Ah. Körkáró trefpik. Igen. Akkor már értem, hogy hol volt a... Új, szátana! A félreértésem gyökere. Szírólmot kapni, hát lehet az lesz, hallod? Inni kéne, hát nem tudom. Okay. Folytassuk. Még mindig 900. 15. Aj, maximum 6-os, de hát ez bubival indít. Nagyon könnyen be tud jönni elém egy kis lappal, viszont könnyen túl is tud menni. Aj, talán lejön egy 6 alatti. Léci, 6-os. 5-ös. Yes! A fáradok, mert minden gyorsan kell ezt csinálni. 950? Mehet. Jó véd! Yes! Ez rohadt jó a játék? 1000. 1000 ér megy. 8. Arra tesókám én felraknék. Még egyet. Max 8-as. Új, szátana! Adámát. Mhm. 15. Én mindig 15-tel szivat. Kérlek. 6. 6. 5. Ha. Yes. Igen. Úgyse makkolod be a 21-et. Mit erőködsz? 1050. 10. Kérek egy 10-est. Há, max egy 10-est. Bubi az, oh yes, 21. De megy. 1100? 7. 9. 16. Álljunk meg. Ő indít a káróval, plusz rácsap egy 8-as. Új, szátana! Na, a szívás. 17, megállunk. Bubi plusz 3-as, az még nem elég, de most rádurant ezt egy nagyot, és lose. Kösz! Arra pénzt, arra pénzt, arra pénzt. Mennyivel? Azóta már valami 8000-et nyert. Ja, nem csak 1000-est. 2000-est. Hát, csak a több pénzem nem lesz őszintén kicsivel talán. Ha jobb lenne a win rate-em, akkor... 15. Léci, most olyan kicsik jöttek, mondjuk most már arányaiban, akkor a pakliban inkább nagyobbaknak kéne lennie. De hát, ha egy kicsi. Vaj, vittu! Biztos, hogy nem. 10-ről indít. Oh, yes! Ő azt nem tudja. De. Nem. 17. Jó, megállom.
Na arra most rakjál egy nagyot. Király. Na már. Jumalauta! Te mekkora egy köcsög vagy? 16. Annak is elégnek kell lenni. Na most, mondjuk le van kettő király. Hát, ha bejön egy kicsi. Ortausregy? Jó. Hűha. 1002. 12. Ő Károval királlyal indít. Tehát 13-ról. Mindenféleképpen kell hoznunk egyet, mert másképpen veszítünk, és ez így lóz. Bittu. Nem tudjuk, hogy mikor lesz a vége. 19 perc, hogy megállunk. Tízessel indít, ha most rádurrant egy tízest még, aminek esélye... ugyanannyi van. Ne, ugye nem egy kicsi. És a hármat, és hó... Mi? Ja, az 22. Ja, jó, oké. Okay. A pénzem soha. Így a legjobb játszani. 2000... Vagy 1250. Léci hatos alatt. Ej, szátana! Utálom. 14. Erre is rá kell még pattintani. 19, ott van. 15 fölött már nagyon rizikós. Hogy áll? Az még bőven kevesebb. És most egy nagyot, egy károt. Yes! Király. You win. Soha nem fogom meg. Számoljam a lapokat. Ja. 1300. 17. Easy. Jaj, fáradt vagyok, bakker. Szátana! Nem mondod, hogy lejött. Na. Király 8, Juvin, kész. Jó. Azóta már kevesebb pénzem van, mint amennyivel jöttem, 1350. 10, egy tízes rá kérek. Vagy egy bubi is jól lesz, olyan mint neki. 6-os. A bubival indít. Vagy legyen nagyon nagy, vagy legyen nagyon kicsi. Bubi. Két bubi. Két bubi, az pont 22, igen. Sír. 1400. 19, megálltunk. Te makker szar. Leosztam már megint a 21-et. El tudom veszíteni a szatumát meg a házat. Hagyjad már. Fel tudnám tenni. Ekkora poén. 19. Már megint lehozom el egy 10-est, beszarok, jó? Na most durrancsálom el egy 10-est, és most már barátok leszünk. Ajaj. Még oda húznod kell. Nincs az a rohadás, hogy egy... Na jó van. Helyes. Nem szeretnék elpusztulni álmosságba. 11. Lehet, hogy akkor ráhúzunk erre a bózéra. Megbóduljunk. Létsz egy nagyot. 7. Jó. Kín vagy? Kéne vagy köcsög? Vagy lehet, hogy addig lehet vele játszani, amíg van pénz, és akkor így mindig változó, hogy meddig játszhatsz, mert ugye attól függ, hogy milyen jól nyomtad. 16. Létsz egy kicsit. Igen. Nem tudok itt aludni. 3. Királyt. Egy tízest. Táma. Tizenöt. Léci. Oh yes. 19. Megállunk. A városba tudnék. Nem mondod, hogy lehoztad a volt, szerencsétlen. Az a baj, aludnom kéne. Az a baj, hogy meg fogunk halni kimerültségben.
sohvan padon aludni. Nope. Majd megint este jövünk, ne aggódjatok. Na, egészen jó haladunk. Egészen jó vagy a dolog. Jó, ez a Blackjack, hallod? Tök egyszerű és... kis szerencsejáték, és... tényleg, vagy abban bízol, hogy te leszel szerencsétlen, vagy abban, hogy a másik. Az a baj, hogy... igen, hát nem mindenhol lehet aludni a hátsó ülésen. Hogy lehet ilyen sötét? Van egy fokkal jobban láttok egyébként, hogy húztam a fényerőm, viszont így jobban ki van égve a kép nektek. Ki, hát nem annyira színes. Hát amúgy nagyon 50-50 a játék, tehát hogy vagy te nyersz, vagy a másik, és ez általában szinte felváltva. Úgyis te is nyersz, meg úgyis a másik is nyer, tehát hogy így. De amúgy fun. Hogy igazán. Mindjárt fényerő, nyugi. Vezetek. Feküdt egy ember az út szélén. Jó. Nem tükröződik a monitor, illetve hát nagyon-nagyon picit, de direkt olyan monitort keresztünk, aminek matta felülete, és ez matt bevonatú. És így a tükröződés eléggé nulla. Nem mondod, Junior! Hát, de én pénzt teszek fő, nem az autómat. Én házom az ő... hagyjad. Húha. Felteszed az egész házat. Hát, de komolyan, ezt kinek találták ki ezt a játékot? De eljutsz idáig. Aztán elveszíted a kocsidat, mondjuk. Ez mi a szar? Gondolom azt majd írni fogja, amikor már ott tartunk, hogy ezeket rakjuk fel. Gondolom. Ó, veszek cigit. Messzíje stresszeltem magamat. Na, várjunk. Szia, Ervin! Hello, Aquila. Élet az életért gyakorlatilag. Little Punk. Mi van? Na. Istenem, kapsz egy ilyen szart érte. Nagyon megéri. Nem a szippantósra megyek, mert ott valószínűleg nem tudnák úgy se aludni.
Igen, azon gondolkodok. Á, most ezeket cigitel, vagy mi? Érdekes. Este kell. Az kemény lesz. Motorterét az új kocsinek. Há... Nem hiszem, hogy túl nagy meglepetés fog okozni. Az új kocsival nem lehet csinálni semmit, ha jól tudom, csak vezetni. Olyan, mint mondjuk a furgon. Ja. Hú, azért... 4000-ig még van egy pár játék, vagyunk, haladunk. Egyre jobban belerázódok. A logikájában. Mire kell figyelni? A másik kezdőlapjára is érdemes, hogy tényleg mennyi ideje lesz arra, hogy elcsessze. Meg mennyi esélye van arra, hogy elcsessze. Matematika. A másik, hogy néz ki. Handbrake. Hol lehet vajon felpattintani? Ez a boltos. Hagyjad már, ez a boltos, ez így kijön. Mi a szar? Nem tudtam, hogy ez így látszik, hogy kijön és el... Hát igen. De mekkora király volt már. Hogy lehet fel? Az vagy, Sanyi. Teljes mértékben. Hogyan lehet felpattintani? Hát de nem úgy, hogy fel is szállt a csávó. Ez mi menő már? Köszi szépen! Na majd megnézzük. Köszönjük szépen, Sanyi, hogy már második hónapja is honnálunk, nyomod el a Twitch Prime-adat. Úgy, amint már beszéltem is róla, ez nem Risable, ezt mindig el kell nyomni. Azt vágom, Vivi, hogy feldőlt a biciklivel, arra emlékszek, csak arra nem, csak akkor már ment a biciklivel, és nem láttam, hogy felszáll rá. Vagy lehet, hogy azt is láttam, csak elfelejtettem. Na mindegy, nagyon szépen köszönöm tényleg Sanyi a Twitch Prime-ot. További jó szórakozást azóta. Igen, csak aktívan itt vagy nálunk, ennek nagyon örülök. Köszönjük. 79. Még egy is vissza, 80 fölé. Vajon ki lesz a 80. vállalkozó? De pénzem az nem fog elfogyni. De amúgy azt realizáltátok, hogyha jön majd ez a ház feltétel, meg autó feltétel, akkor... tehát, hogy nekem el kell majd menni menteni. És mindig vissza kell majd járkálnom, hogy rohadjon meg. Az új emót az 85-nél lesz. Mint ahogy láthatod. Ugye az is a kövi cél. Illetve 5 feliratkozási pont múlva, tehát hogy... Ugye attól függ, hogy milyen feliratkozások, de legkésőbb 5 feliratkozás múlva. Csak a lényegében nem is 84. Nem tudjuk, nagyon sok minden van. Kéne... Feri fejével kéne egy Pride, vagy az én fejemmel. De amelyik jobban sikerül.
De a Pride az vicces lenne. Ó, nem Sanyi, meg segít a support, hogyha gond van. Újra itt vagyok, hello. Folytassuk a játékot, ami nagyon jó, hogy átállítottam a fényerőt, most állítsam vissza megint. Következő tét nem hevesebb, mint... 5000, vagy 100, na, 1550. 10, egy 10-est kérek. De a bubi is jó lesz. 8-as, jó lesz. Megállom. 3. Király. Te rohadék. Na most valami nagyot létsz. Jó. Bubi, kész. Vége. Jó, win. Nagyon jó, amikor így megközelít itt. Tehát, hogy ilyen pont alattam van még egyel. De közel a 21-hez, és akkor rá, és akkor biztos, hogy bele fog nyúlni. 12. Csak nem szivat már meg az élet. 15. Hát meg jobban megszivatott, mint megszivatott volna. Léci, léci, 6, 8. Fuck. Nagyon jó. Tizenkettő. Yes! Ott a hetes. Rádurrant egy kettes. Na most egy királyt. Yes! Túlment. Lerohad az ujjam. 1650. 11. Bubival kezd. Dámával. 17. Jó, húzzál rá valami nagyot, aztán becumizod. Ez király lenne gót. Max egy hetes, belefér. Kettes. Na már. Bízok a kicsibe. Hát na. Nem jó. Hahaha, két király. A nyerőgéppel nem lehet valamit alkotni? Kidobjon nekem mindent. 16. Jó, álljon meg 10-ről indul ő is. Két tízes. Te egy szar vagy. Áron hozzátársítottad a Discordodat a Twitchhez? Ez a kérdés. 17. 2. Na kérlek egy királyt. Vagy valami nagyot. Nagyot. Mi? Már nem tudtam, hogy mennyinél járunk, hát hány kártyát húzott az? 8. Király. 17. Királyra... Bubi, asszar. Ma autoklikker kell. Bedobjuk a forgalmit a végén. 10-est. És pont a dáma, ami már nem jó, érted? Hihetetlen. 20-a kezdünk. Ő Bubival, tehát neki most kell egy 9-es. Az, 8. 10. Easy. Gondolom, akkor ennek is van többféle szabálya, hogy... Szátana! Ez a 8. 16. Légy egy kicsit. 3. Sír. Kösz. Bubi 6. Ász! Arra még rá kell húzni egyet, és ez már nagyon közel van. 7 kész. Bam. Jó én! Pontosan.
Be tudsz lépni. Káro 9, ez lúz. Szátana! Ne már. 1850, 10-zel indítunk. Bubi. Bubi. 6. 2-essel indít, onnan annyi ideje van elcseszni. 16. 11. 12. 17. 17. Még a kulcsa nincsen meg a kocsijának. Bubik. Hogy lehet így beszívni? Hú, erre jobban karcsúsodik a pénzünk. 19, megállunk. Az abban, hogy sokszor magamat szívatom meg. És ő még akkor nem is csinált semmit. Ó, lúz. Lent van egy nagy DC gomb. 1900. 8-ra lazán rájöhet, még egy dáma is. De ilyenkor bezeg nem jön a dáma. Maximum 6. Hát ha? 9, fuck. De ha megfordítjuk, akkor... Gatyásodok hátam. Tudom, Rust. De én egy... szedbeni állampolgár vagyok. Kinek kicsit több szerencse. Tizennégy. Arra még rá kell, hogy jöjjön. Öt. Sír. Kell brightness, vagy nem? Panna? Látod? Mert nyomok rá egy kicsit, ha kell. Megvan. Mindjárt 2000. 13. Kicsit. Vittuje vittu! Oké. Mennyit buktunk már azóta? 10-ret. Talán. Jó. 17. Bubival kezd. Jó, először kicsit adani nagyot. Kicsi, az már megvan. És most... 10-es, yes! 21-es, igen. Jó, egy kicsit adok rá. Why not? Annyira az nem durva. Hűha! Az nem az lesz. Blackjack. 2000 a következő dét. 15. 16. Létsz egy kicsit. Király! És hozzáment van a király, és... Hát... 18 maradhat. Kilenc, kilenc, 18. Haj, te... Ja, várj. Nem lehet valaki ilyen köcsök. Na, helyes. Egy is évem egy szépen fölfele, érted? Király 10, rohadj meg. Mit a helvettje? Ne fürdjél, Leométer. Káro ász. Kicsit. Ej, szátana!
ez, hát ebben a kártyajátékban sosincs olyan igazi szabály. Amerről jöttél, onnan származó, olyan szabályait vannak, nem tudom. Uno is ilyen, hogy elvileg van normális szabálya, de... Én nem úgy vettem észre, na, 20 dáma plusz. Hát tuti belemész. Lehúzta volna a zászt, akkor szerintem beszarok. 2100? Támával indít. Bőven van. 16 nem megállunk. És rádurrant egy nagyot, és bam. I win. Senki sem állhat meg 16 alatt. Hát most miért adnak értelme? 2100. 50. 15. Mert ez most itt meg, már innen is meg tudnám nyerni 15-től, tehát hogy... Yes! De így csodasz. De elég mindegyiknek van hivatalos, de 18, kösz. Hát de ki tudja azokat falon. Hát de az úgy szerintem sokkal rosszabb. Ezek a szabályok jobban tetszenek. Jaj. Kaszinóba meg nem járok, szóval. A játék pedig addig tart, amíg valaki fel nem borítja az asztalt. Tizárom, jaj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 
Ennyi lét felrakni. Vaj, vittu! Mindjárt agyvérzést kap a csávó. Automatikusan az 16 alatt. Wow. Léci. Az win? Yes! Az orosz rulett, ez egy kicsit fás. Mm-hmm. Na most jöhet király is minden, a legnagyobbak közül egy. Hát te jó vagy, te rohadék. Hát te na. Baszki. Legalább a legyek szeretnek, jó az. Most csak lejön a kicsi, nem? Oh, yes! Jó reggel, Dante! Nem úgy volt a 11 kokász? 3 meg 6... Bubi... Yes! Három. Ó, oh, shit. Léci, kicsi, kicsi. Hát de... 16 és 21 között milyen rohadt kevés már a különbség? Hát mennyi esélyed van arra, hogy ott egyáltalán behúzol egy jót? Ó, oh, fuck this shit. Mi a szar? Az is kell, jó? Ajj, what? Na ma! Jumala uta! Azt a makkert! Ez 4000-ig megy majd nagyjából, elvileg. Amikor már majd a házat tesszük fel. A végén elnyerhetjük tőle a házát is, meg az autóját is. Miért 20 perc kész és alig volt 10? Ne kerekítsük. Két.
Mondasz valami, Junior. Ja. De mekkora szarvá. Júvi. Nem olyan sok időm. Már bőven túl vagyunk felé. Ez nem sérti a dolgot, az tény is való. Szivas! Ja, hogy... Jalol! Ó, sír. Megy, ez csak szerencsésnek kell lenni. Hello, Sanyi. Kezdj, hogy benéztél. 20, yes! Bubül indít? Nem, dáma van. 4. 3. Ne egyet létszik. Arra van az ajtó, nem le... Mondjuk most még egy ász kellett volna lehúzni a szóval. Hogy lehet így, ilyen szépen kicsikkel eljutni ilyen pofátlanul messzire. 20. 3. 7. 17. Túl ment. Na, újra visszamentünk 170 ezer felé. 1 millió 700 ezer felé. Bocs. 2. Vittu. Azt a rohadt! Te mondom, mi ez a hang, azt valaki bejön az ajtón. Ki nyert? Én. Feri. Megjött. 18. Ó, egy szóros videó alá kéne beszélnem. Most? Ha nem. Hogy majd ma nem lenne. Mi a szar, nem lenne rossz majd megvágni. Tudsz blackjackezni? Aha. Hát igen. Hát igen is tudtam. Már nappalodik. Jesszus. Jöv fel a lap. Jó. De majd akkor azt majd úgy fogja, hogy cool and bad house? Vagy mi? Szar vagy! Most is itt megálltam kicsibe, kihúzott kettő nagyot, az bám. 2007. 13, nem. Kicsit, ó, oh, yes. 19. Mennyi az? 13. 15. Amúgy normális keretek között hogyan szokták felváltva húznak, vagy sorba mennek? Egy ember húzogat, utána a következő húzogat. Mert itt most nagyon egy oldalról küzdelem. Én itt összeszarom magamat mindig. És tényleg. Kettő állsz egymás után, hagyjad már magadat. Az már sok lesz, aranybogaram. Szátana! Sorba? Hmm, tehát akkor megy körbe, meg gondolom akkor mindig más kezd, tehát hogy... Más se keverő osztó. Malauta! Baszki! Haj, leszakad az ujjam. 12.
19, zsír, 9, na egy 10-est. 11. 13. Az baj. Hahaha. 21 volt, akkor nyertem. Na. 17. Na hát, ha lejön egy kicsi. Hahaj! Vagy vittu. Egy a... Mert olyan 3 a 14-hez esélyem van ilyenkor, tehát hogy... Vittu. Meg kell állni! Petőfi, ami tényleg úgy néz ki, mint Petőfi. 11. Yes. Sok lesz az már. Pakoljál már még ki egy paklit. Hát, anyám, hármas, négyes, az már hány hármas? Honnan szered ezeket a kártyákat? Tuti bunda a csávó, hát az ő házában vagyunk. Hogy ne lenne már az? Az elejét meg lehet vágni. A szexizős részt. Kártyázás, Isti kártyázás. 21-ezés. Oh, yes! De lenne már visszanyerni egy kis pénzt. No way! Ha. Csak nem Isti. Mondjuk. 2009, yes. Juvin. Ennyi. Nem történt semmi. Ja, meg az elejére tudod, lesz az a szubarus összeállít. Hogy jut eszed be a Subaru-ról. Na, oda kereshetsz videókat értjék. Ilyen neon bedesszeket. 18. Easy. Hehehe, egyről indulsz, az szép lesz. Hosszú út vár még rejád. 7. 17. Ó, nem tudsz olyan kicsit húzni, hogy rohadjál meg. Na most már biztos, hogy nem tudsz olyan kicsit húzni, kösz. 12. Tele vagyok paklikkal. 3000. Yes! Mi a szar? Mi történik? Felborítja az asztalt! Nagyon néz rám! Oké, azt hiszem, hogy ma már nem szeretne többet játszani. Mi volt ez? Majd vissza, amikor van a papi. Ne aggódj. Az is lehet Junior. Vagy a kettő egyben van kötve. Addig tart a játék, amíg fel nem borul az asztal. Én megmondtam. Jó van.
Akkor már visszajövök hozzá saját kocsijával majd. Ez mennyire lenne flagma? Szerintem eléggé. Legyen úgy. Aztán, hogyha majd lesz idő, akkor felkészülünk a gyorsulásra is. Az vele is olyan sok Martin. Fény vissza. Így van. Ez jó. Ez teljesen jó. Így lenyomsz egy rallyt. Hát nem... Lenne rá idő. Igen, Martin, ez... Ez a Twitch egy olyan hely, ahol olvassuk a chatet, és általában nevén szólítjuk az embereket, szóval... A YouTube után ez valóban meglepő. De... Not a big deal. Azt a rohadt! Hú, a motorfé! Ezt így kell lenni. Szia, Tibi! Csoki. Nem, Dante, nem mondom be a nevedet. Ennek olyan kiesik a dugója, hogyha... Azt, igen. Tehát a terv a kövi. Itt fekszik kint a boltos bakker, azt én meg tankolni akarok. Sikis dönöm. Igen, az a boltos volt semmi. Semmi egyszer. Nem, hogy kinyitná a bolt. Ó, köszönöm, uram. Ezeket a városi suhancokkal lehet valamit csinálni egyébként? Leverni őket gyorsulásba, vagy kihívni őket versenyre. Valami. Tele 2000 év. Olyasmi, de csak ilyen ebből egy keveset, abból egy keveset, abból egy keveset. Mondjuk a vízzel az, hát mondjuk nem baj. Jó, az majd max kilötyeg út közben benzin, hát most mi van abban? Valamit mi. Szia, féltetők! Ó, inni kéne viszont. Hoppá, de kezdtek durvulni. Elég lesz egy sor út előtt. Na szóval. Hát figyelj, vagy húzzuk a hátulját. Így, ezt. Ide. Megvan. Megvan. Azt hiszem nem rakhatok bele benzint. Hát egy jó kis... tankmosás, meg motormosás, meg ilyenek. Ne gyere te! Húha, azért... súly, hopp egyfa, jaj! Jó, mindjárt megelőz, mi a... Visszamennyi! Azért van egy súlya a kis... nyomorultnak. Jó, szépen, óvatosan... Kerékre érkeztem! Na mondjuk ez... Arra nem gondoltam, hogy... Ja tényleg majd szippantani is kell. Arra nem gondoltam, hogy ő nekem fog jönni. Tehát, hogy lendületbe volt, én lefékeztem, de ő nem fékez. Látjátok, ezzel kell levontott autóba is egy ember. Ez a tanulság. Várjunk, ez gond.
Ez nagy gond. Ó, hogy az a... Na várjunk. Na várjál. Van B-terv, maradjunk annyiban. Egyet tudom, hogy beletinteni. Van B-terv. De hát, ha van olyan izmos vadállat, hogy kihúzza innen. Gyerünk, óvatosan, csúszhatjuk a kuplungot, nagyon jó, de fel kell mennünk, fel. Ugye nincsen behúzva a kézféke, azt hiszem ki van egy. Ha már idáig, ám mondjuk úgy jött utána, hogy annak, ha be lenne húzva a kézféke, nem így kell élnie. Mozdulj már! Hát a izéve ki tudnám húzni. Várj egy kicsit hátra. A lendületből rárántom. Ha. Megy az úgyis mostankoltuk meg. Oh! Oh! Egyre jobban meglódul. Igen, igen, létszi, jó lesz. Nagyon jó, kicsit karmolósan, de... igen. Ez a textúra itt nem hiányzott nekünk. Akkor... jöhet a B-terv. Nem, csak egy kicsikét, ne is. Nem volt behúzva. Ahol semmi elkös, csak a szokásos. Szóval. Az útról felhúzni. Ki tudnám vajon ráncigálni az útról? Amit jobban tapadna, de... nem tudom. Hát a... vele, lazán. Úgy fogja onnan kihúzni, mint egy papírfecnit. Berakom felezőbe. Figyeld meg. Közel vagyunk kevert, csak a csávó felborított az autót. Az asztalt. És így nem tudtunk tovább játszani már ma. Haj, miért ilyen sok idő az izzítás? Gyerünk. Kösz. Nem nagyon tudtam feldolgozni, mi is történik, aztán... hopp! Perfekt. Gyere ide, kis autó. Húha, hát ez nincsen közel.
Oha. Biztonságban van ott, ne aggódjatok, várj, irányba kell állni. Te meg mit csinálsz? Hát nem látod, hogy keresztbe állok az úton vele? Mit? Mit? Középső tengely. Ó, tényleg. Mondjuk most itt talán pont nem kell. Nem az kell, de... Érteni, itt békésen állok az úton. Az út mentén ez meg jön, mint valami vadbarom, az belemegy. Ez az ATF4, ez nem volt a legjobb ötlet. Most eszembe. Nem kellett volna ATF4-et nyomni. Nagyon nem kellett volna ATF4-et nyomni. Mert az ATF4... Baszki, miért nem mentettem el? Mikor mentettem utoljára? Bassza meg. Itt még nem voltam a csávónál játszani. Fuck. Egy pillanatot kérek. Mi az ilyenkor működik? Hogy hívhatják a csávót? Big Man. Max bet, itt van. Mennyin voltunk? Valaki emlékszik, hogy mennyin voltunk? Valakinek bejött reklám most az előbb? 3000? Én is 3000 emlékszik. De hogy bebagolok a földbe, és felrobban minden, érted? Az előbb nyomtam be egy reklámot. Írjam már egy plusz chatbe, akinek bejött, és írjam már egy mínusz, akinek nem. Oké, legyen, segítsetek már. Mert amúgy... Ez külföldön tök jól működik. És elvileg Magyarországon is külön. Hogy amikor éppen rohadtul nem történik semmi, akkor ilyen 10 másodperces reklámokat be lehet nyomni.
Na van, akinek csak bejött. Elvileg telefonon is be kéne. A feliratkozóknak nem, és ugye az adblock kereseknek sem, és jöttem a turbósoknak sem, de... Csak akadt egyet a stream, lol. Vagy egyébként tökre működőképes az, hogyha éppen tényleg valami nem történik nagyon semmi. Akkor itt rá tudok menni egy olyanra, hogy hirdetés szünet elindítása, és akkor ilyen 10-15 másodperces reklámot benyom. Azt szerintem nem a világ vége. De ugye azok a reklámok minket támogatnak. Neked csak akadt egyet a stream. És volt olyan, akiknek telóról bejött? Biztos sokan néztek most telóról. Mert telóra se adblocker nem lehet. Feliratkozva lehetsz, mert akkor nem jön be. Turbód is lehet, de... Mert... Például külföldön sokan használják. Egyre többen. Ahogy néztem külföldi streamert, ott nekem mindig bejön telóról. Érdekes. Na mindegy. Valahogy haza szenvedjük ezt az autót. Az a baj, hogy tehát amikor a... A nagy kocsival húztuk, akkor... akkor... Tököm! Mi a szar? Random nekem jön innen... O... Hát, ez is szép lesz. Amikor a nagy kocsival húztam, akkor az olyan beton szilárdan áll az úton, hogy meg se tudja mozdítani. Ja, Xboxon, ó. Na mindegy. De elméletileg Pajorországon nem az igazi. Ja, mondjuk amúgy lehet, hogy azért működött nekem, mert éppen a... Amúgy magyarban nekem sem működik, most esik le, hát kim voltam Ausztriába. És az ausztrál reklámok jöttek be. Akkor akinek működött, az valószínűleg nem Magyarországon van. Mert amúgy most esett, tehát hogy... Ó, akkor Shroud ezt eddig is használta, csak nekem nem jött be, mert magyarba vagyok, és itt nem működik. Vagy Ausztria, na. Lengyelbe vagy. Aha. Értem. Értem. Nagyon szegében teljesít. Kiflinek. Ja, de te szebb vagy. Horvátba. Hát, nagyon változó, hogy hol megyünk. Az a helyzet. Nagyon változó. Azt az ideges. Szép vontatás. Fassa. Remélem nem bugolt be így a csávó, és ugyanúgy 4000-től tudom majd feltenni hozzá a... Hálluk meg a kocsit. A világ legnagyobb gödrébe vagyunk benne.
Mi bűv van ez, baszki, érte? Biciklivel nagyobb a testem már, ez meg meghalt tőle. Jó, visszük a nagykocsival, én nem szarakodok. Úgy rángatom végig a világon a szart. Jó, gyere aranybogaram, ez egy vadút lesz, élvezni fogod. Jó, hogy nem a házam előtt történt ez. Na, akkor aztán. Hát de öttel gurultam Ákos, hát nem hiszem el. Ez hülye. Lány. Nem kell rövidebbre venni a kötelet, így csak jobban fogja majd érezni a természetet. Ne aggódjatok miatt. Nem látok előre. Mi van előttem? Hogy fa? Kézifék? Ebbe van húzva benne? Jobban érzi a törődést. Az engem nem állít meg. Meg de azért lassít. Menjünk a legrövidebb útvonalon. Azt szeretni fogod. Ne a busz. Hopp! Azt hittem neki ment a busznak. Hol van egyébként? Nem látok a füstömtől. Na itt van az. Jól van. Erős balos, vigyázz! Teljesen jó. Oké. Ajtó az részletkérdés. Le ne menj az árakba véletlenül. Neve az új kocsinak az... Pedig néztem. Neki tudja a nevét az új kocsinak. Rozsdás. Ja, hogy rendesen a neve. Ja, hogy úgy. Azt hittem a hivatalos neve. Most esik le. Nem tudom, Matuka. A rozsdás rákolló. Hát egészen matukás. Enyhe motorfék. Jó lesz az. Jó van. Hova fordult ez a... Láttátok a fordulatszámérő órát? Rozsdamaris. Te kérjé már. Darázs!
A darázs is egy jó név, igen. Speciálisan halott troll. Na, valami ilyesmi. Amúgy. Úristen, hát hogy menjek ezzel itt fel? Na, meg kitalálunk valamit. Most már van épp elég név. Ötletbe. Majd lesz valami. Ennek még ki kell alakulnia. Majd így a kapcsolatunk során. Ez milyen gyorsan eszi a benzint. Azt a jó életben. Vagyis gázolajat. Á, lol, az nem lesz. Annyi, hát egyszer lehet, hogy lesz, de nem nagyon, mert annyira nem az én stílusom, hogy nem tudok vele azonosulni. Hát de motorfék volt, olyankor miért lenne? Csak gurult az autó. Majd tudom is, hogy merre fele menjünk vissza, kiszippantunk egy házat. Most az a baj, hogy ez van otthon és a kék van a boltnál. Ó, hogy... Hú, de... Mi a szar? Valaki látta visszapillantó, vagy konkrétan gurgult utánam az autó? Szerencsétlen pár. Fürdeni minek? Csirke érkezett! Fieség. Hello Blaze! Skoda Octavia kombi 1960-as évjára. Wow! Én valami egyszerűbbre emlékeztem, de nem mondod, hogy ez egy 9... Ez egy 60-as Skoda. De komoly. Hát, rip. Halas. Ebb van. Hogy pattog. És köcsög. Jóra. Még a sineken fog neki tetszeni az út. Halottas kocsi. Hát, bőven lehetne az is. Gyorsuljál már! Kis erőtartalék. Kezdve csak lassultunk. Hát, de érjünk még ma oda, mielőtt még esetleg a vonat mondjuk úgy utánunk eredne. Motoros játék. Régen kiskoromban én MotoGP-t nagyon üztem, amire nem emlékszem, pont valamelyik nap jutott eszembe, hogy milyen jókat játszottam, és mindig megvártam, amíg ők beértek a célba, és onnantól kezdve így ugye a tiszteletköröket menték a pályán, és mindig így forogtak. Csináltak ilyen köröket a betonra, meg minden, azt én mindig néztem, hogy jó, aztán meg belementem, hogy elessenek. De amúgy nem is nagyon játszottam még olyan igazán
motoros játékkal, mert az úgy mondhatni igazán motoros játéknak, csak én nem voltam igazán alkalmas arra, hogy egyáltalán normálisan irányítsam a játékot, és így faltok felé, meg ilyenek. 60-tól 71-ig gyártották, de komoly. Falat történelem. Na mindjárt otthon vagyunk, az beröpfentjük a kis rossz fiút. Ride 2, ja tényleg a Ride 2, arról már beszéltünk, hogy egészen jó. A Danyónak is megom. Lehet, nem tudom. Igen, jön fel a nap. Jó ég, hogy tele van már a pohár followokkal. Kösz szépen, srácok, sok followot. Nem tudom, hogy honnan tévednek ide még ennyien. Vagy Facebookról, azt annyira nem hiszem, de... Mondjuk látszik, hogy most több ideig van az embereknek, ezt nem... Felnézek Twitch-re, hát ha nem rossz. Szekény autó, nézed már vissza pillantóba. Wow, most jön vissza, várja mindjárt. Wow. Na mi van, köcsög? YouTube-ra ki lett posztolva? Feri, te kiposztoltad? Kiposztoltad YouTube-ra a live-ot? Ja, jó. Oh, nice. Na, haduska. Hát, mondod. Akkor sok kilométert az autóhoz és a blokkhoz. Kettő nem ugyanaz. Megjöttünk! Jaj, vigyázzál a Satsumára! Ó, jaj. Ez most olyan mély fullat le... Na! Oké. Épségben hazaért az autó. Ennek örülök. Jaj, de szeretem ezt a hangot. A Horizonban. Az jó lenne, szatnál. Na. Oké. Alszunk, mentünk. Miért nem mentettem én, miután ott voltam WC-től pár lépésre, érted? Hogy mentsek. Ott voltam. Oh! Erre adjó. Szóval... Úristen, hogy néz ez ki? Mi a tököm az ott alul? Ja, hát ez így néz ki. Az autó. Igazán... Igazán szép lights. Van itt Mit jelzett ki az előbb? Ablakot le lehet még vajon húzni egyáltalán, rádió nincsen, minek az önindító, nem jó, mert kulcs nélkül nem működik. Ablakot nem lehet lehúzni. Hol tudom pattintani a motorrászítőt? Élvezni fogom. Milyen aranyos. Csomagtartó az ilyen, lehet benne aludni. Vagy lehet, hogy nem is lehet pattintani a csomagtartót. Hát mondjuk, vagy még motort lehet, hát mondjuk nem lehet a izének se.
Full tuning az egész. Na, akkor kell egy csavarhúzó. Szenzorokkal lemodellezi kamerákkal, nem tudom. Feri, ilyen nincsen írsánja. Szóval... Hol vannak a szerszámok? Melyik hülye hagyta szét őket? Oh, hello. Csavarhúzó. Egy. Beledugjuk. Léci, indulj be! Yes! Ez automata? Nem. Hátsó kerék, hallod-e? Nem tudom, mi a hangja van ennek, de nagyon szar. De a hátsó kerék nagyon odaver. Teljesen jó. Hát ezzel kell menni gyorsulni. Lol, ez egy motorikusan nem szar. Azt lássuk már be. Tök ari. Na jó, csináljuk estét, aztán menjünk el az a kicsikhez. Be kell tenni a csavarkészletet mindenképpen. Elindult, mint a rák. Majdnem egy kicsit gyorsabban. Nem nagyon hiszem, hogy le lehet festeni. Ráalszok. Annyit, hogy nem lesz meg, mondjuk azért iszok, keszek meg élek. Háj, már megint rendőrök. Hiányolom a baltásgyilkost egyébként. Szávítottam rá, hogy jönni fog. Mennyi van még a My Summer Car-ból? Egy óra, pontosan? Ja. Ha jól látom. Majd megnézzük a börtön, de nem most. Vagy leüljük, ja. Lesz egy olyan stream, hogy Börtön Live. És benn fogunk ülni a börtönbe. Teljesen jó. Jó. Szappant nem viszünk. A kúter. Na. Ó, de sötét van. De jó érzés lehet ez a szarra befújni magad, aztán így lenni egész nap. Ez még csak nem is fürdesz. Na várjunk, ujjjjjj. Hol van a spanner set? Beszélgetés live a börtönben. Teljesen jó.
Ez mennyinél szabályozhat? Ezres fordulat számnál? De egy lószart se látok. Szúrjuk neki. Nézzük, hogy megy terepen. Hallod, ez nagyon megy. Ajajaj, van ebbe őv? Amúgy én úgy láttam, hogy nincs. Ez nagyon megy. Hogy duruzsol? Hány sebességes? 4. Hogy tapad itt? Hát... egészen. Merre is kell menni? Itt egy balra végül is. Úgy is jó. Ja. Neki még betonra meghajtjuk. Ja, de mondjuk, hogy hosszabb. Méhek dörzsolnak benne. Igaz, Panna. Az jó lehetett. Lehet az itt tiszta kula a lencse? Mi? Oh. Nice. Zsír. Mit megy? Én azt hittem, hogy sokkal rozogább lesz. Ez olyan... gyorsabb is, mint a furgon, stabilabb is, mint a furgon. Teljesen jó közlekedése. Éppen nem akarod szatszom egyébként. Városba bemenős. Boltba járós. Na, amúgy egészen 800 kilométert kellett mennem ahhoz, hogy focit nézek, értitek? Rávegyem magam a terre, és egyébként ebrosz. Már rendesen vártam a meccseket. És rájöttem, egészen ennyi idő kellett, hogy rájöjjek, hogy a japánok is kim vannak a VB-n. Instant, érted? Japánok nem tudom, hogy fociznak. Nem tudom, mi közük van a focihoz, de hajrá japánok, kész. Ennyi. Valakinek szurkolni kell, érted? Én bízok a japókba. Mondjuk, ahogy láttam őket, azt a meccset láttam, amikor játszottak, hát... jó, mondjuk nem is volt nekik tétpecs, mert így is, hogy tovább jutottak volna. De hogy azok milyen időhúzást csináltak 90 percen keresztül, az van borzasztó. Jó, mondjuk azért az elején nem. Ott azért dolgoztak, de utána, amikor már biztos lett a továbbításuk a másik meccs miatt, hát... japánok mikor játszanak újra megint? Spanyol-orosz meccs. Mi? Nem estük ki. Nagyon mennek. Nem valaki a magyaroknak szurkolhat, igen. Holnap játszanak? Zsír. Ezt meg lehet, meg is nézem. Vajon miért fog nézni, hogyha bemegyek a kocsijába hozzá?
Itt törik a plexi. Üssé már köcsög. Na. Kinappalodik, mire odaérünk, haladjunk már. Jaj, ez az. Maybe. Tényleg ki ellen játszanak a japók? Holnap Belgium ellen. Belgium? Semmit nem tudok róluk. Félni kell tőlük? Jók a belgiumiak? Elkikapnak? A picsába, nem áll. De már megteszem még Bixet is, lehozzák. Easy win. Na, újra itt vagyunk. Még légyírtó is van rajtuk. Hogy rohadjon meg, hát de mi? 3000-rel indulunk tovább. Lássuk, meddig bírod még azt a felborítást. 4-5-15. Mehet rá. Nagyon jó. Eléggé jók a belgek. Hát, ez szomorú. Hello, isi nakogám. Kikinek szurkol egyébként? Kikinek? Juvin! Nem kell itt verekedést szítani a cseten, csak... Hát, ha valakit érdekel. Engem is, csak hiába írjátok le, hogy kinek, melyik csapatok szurkol. Én nem igazán értek hozzá, így nem vágom. Viszont vannak itt mások, akik szerintem vágják. Hát ezt ne bízza be el! Kiszurkol kikinek. Hát igen, nem brazilok. Én is beléjük álltam. A jók. Hát de ilyen nincs! Érted? Mindig fölé vagyok. Kilenc. Na. Őn ötte, 18 mehet. Kedé csapatnak. Annyi buktad, csá! Erre kezdjük, nem internet. Hú, amúgy ki szokott tenni olyan levest, amit lehet kapni bódba. És, ilyen kis kocka zacskóba van, kínai leves, tudod? És akkor külön van benne egy ilyen kis téglalapnyi tészta, illetve egy külön kis zacsiba mellette meg a fűszer, és akkor forró, felforrat vizet rá kell önteni, 4 perc, kihűl, azt teheted is. És ugye 4 fajta erősség van belőle. Fú, de ráfügtem, te. Ugye, mentünk, aztán hallod? Egy szar pizzáért, illetve 3 szar pizzáért plusz egy kóláért, tudod mennyit fizettünk? Már én sem tudom, várjál, elfelejtettem, baszki. €35 3 szar pizzáért, ami nem volt se feltét, se tészta. Néhány helyen szinte már lyukas volt a pizza. Ó, hogy lehetsz ennyire makker. És... Minden este eszek, húha. Irigyellek, bakker. És utána eldöntöttük, hogy jó, akkor nem éttermezünk, hanem veszünk a spárba a dolgokat. Azt akkor elkezdtem nézni az zacskósokat, és eszembe jutott, hogy régen azt ettem, és tök finom. És ugye van belőle 1-es erősségű, 2-es erősségű, és 3-as erősségű, és 4-es erősségű, mondjuk a 4-es erősségűt nem találtam.
Még szerencsém. És... kettes erősségűvel kezdtem. Hát, majdnem beszartam. De az a baj, hogy én szeretem a csípőset, de nem bírom a csípőset. De nagyjából megeszem a csípőset, mert szeretem a csípőset, de a gyomrom nagyon nem bírja a csípőset. Azóta a bélműködésem nem az igazi, mert először vettem egy ketteset, az tetszett, de gondoltam, akkor legközelebb veszek inkább egy egyeset. Megvettem az egyeset. Na még egyet, léci. Jó. Gondoltam, megveszem az egyeset, az tök kellemes volt. Olyasmi. Utána meg megint egy ketteset. És úgy nem úgy éreztem, hogy kétszer csíp, vagy nagyon nagy baj lenne, érted? Utána így a harmadik napon így beütött, nem is negyedik napon így beütött. Azóta olyan szarú vagyok, te. A gyomrom készen van. Aj, bárcsak jobban bírná. Mert olyan finom, annyira finom, majd hogyha egyeseket veszek, meg nem olyan sűrűn, akkor szerintem jó lesz az. Aj. Aki még nem evett, egyem. Nagyon jó. Nagyon finom. Az a kis, hát végis rámen. Tudod, az a kis kínai leves, zacskói kínai leves. Tök jó, itt van ide vízforról, felforrolod, belöntöd egy tálba, azt rohagyd meg. Új szátana! Ez kész. Ó. Oh. Hát akkor éppen a Bear Grylls-es sztoriba voltam benne, nem láttam. Minden esetre nagyon finom tényleg. Majd ide a stúdióba felszerelek. A stúdióba felszerelkezek majd velem. Rámen japán leves. De most akkor az rámen vagy nem rámen? Mert valaki rámenként... rámenként hivatkozott rá. 12. Erre még jöhet csak egy kicsit. Léci. 7-es. Tökéletes. De vegyél, nagyon jó. Na még egy nagyot. Kész, meghattál, cseh. Az tök jó. Az úgy tényleg nincsen semmi baj, szerintem. Egy kicsit, léci. De... jó, tanulság. 15 fölött úgy hagyjuk a picsába. Nem, 16 fölött. 16-nál már úgy hagyjuk a picsába. Nem akar bejönni ez a kicsi most. Ja, bocsánat, tehát nem egy japán vagy kínai. Csak az most kínai vagy japán. Az, ami a boltba kapható. Négynél maradtam, kója! Oh, fuck! Fuck! Koncentráció kell. Melyik kis fényerő egyébként. Kilenc. 10. 17. Oké, marad. Egyről indulsz. 10. És kidobja a 20-ast, hogy rohagy meg! Végén nyeri el a te kocsit. Á, nagyon örülnénk neki. Hát visszaadom neki az ő szarját. 10. Egy 10-est kérek. 8-an indít. 19, nice. Szia, Manci! Végül is. Ez nem hiszem el. Hogy lehet valaki ennyire mákos? Folyamat viszi el a pénzemet. Traktort vihet, igen. 19, marad. 2-ről indulsz. Nagyon jó, most egy... jó, most... Egy nagyot, 5 fölött. Yes! Addig pókerezünk, amíg fel nem rakja a kocsiját meg a házat.
Vágom Skyphone. Oké. Okay. 17. Dáma 3-as, húha. Jó, egy. Jó, zsír. Innen már rárakni. Az ujjam. Jó. Tizenkettő. Te érted, egyen múlik. Egyen megyek fölé. Te szar. Ennyire az összes pénzem. Kínai póker. 17, maradjam. Egy kicsit csak beadott volna, mi lett volna a kövilap? Á, meg jó, hogy maradtunk. Még ötös, várjál? Nem, az pont rossz lett volna. Na, egy nagyon durran csere. Yes! Most ne boríts fel az asztalt, please. Igen. Tizenhárom. 20. Yes! A szar. Tudom, Bence. Azért rögtem a kínai pókerem. Jó. All in. Rárakunk. Jó. Csak nem borítja már fel. Á, mondjuk lehet. Ahogy fingatom. Hát de baszki, már több pénzed van, mint nekem. Hát ezek után hogy nyerjem el tőle? Érted. 10. 12. Ez kajak stresszes. Ez hogy lehetne meg a pénz megtalálása nélkül? Már elcsesztünk 20 ezret. Mondjuk, hogy ez nem sok. De azért ez sokszor szippantás, szóval nem szimpi. Nincsen rá valami gomb, hogy egyből feltegyem mindent. Csak fussa rá. 20. Igen. Kakuk. Nyomja nagyon a kakukat. Ott van, Vin. Nem mondod, hogy ez még alatta volt. Te makker gyökér. Akkor majdnem kifingatott, viszont hallod? Majdnem bement fölém a 20-ra. 21-re. Oké. Okay. 20. Ennyi. Mennyire kevés a fény. Ott. Egész jó. Mi történt? Megnyertem. Csak megnyertem már 20-szal. Lejöhetne egy ilyen instant win. Ó, zsír. Megnyertük. 14. Kérlek. Yes. Jó win. Ott van a 21. Ott volt a blackjack. Mi azt nevezik blackjacknek? Tízes és ász. 17. No. Nem van 2-4-es is. És pont 3-as lett volna. Ne szívas.
Aj, miért nem vállaltam be, de szerintem így is jók leszünk. Fú, nem. De, túlment. Te szar vagy. What? Ja igen, itt most az elsz egyetér. Igen. De amúgy az a blackjack. Hát mondjuk állsz király, igen. Az eléggé valószínű. Hú, ha te se vagy szívbajos, nem. A kövű már biztos, hogy nem lesz kicsi, ne nézzük. 5 alatta lesz. 3. Not good, az win. Nekem. Ja, oké. Okay. De nem ebben a játékban, Bence. Oh, fuck. Új, szátana! Pedig majdnem visszajöttem az 1 millió hétre. Jó. Ez a 8. Most az jó, az 19... What? Ó, oh, lúz. Csak nehogy rányomjak majd a autós díjra. Megszokásban. 3800-ért megy már. Úristen. Ez már egy jobb tuning. 7-es. 15. Nem már. Legrosszabb, 6-os, maximum 6-os, léci. Pászkezs, akkor mindig lejön a nagy. Mindig lejön ilyenkor a bubi. Háj. Neki jött volna le a bubi, hát. 18 maradunk. 2. 4. 11. 12. 14. 17. Na most egy király! Te szar vagy! Érted? Végigrakja itt a magyar ABC-t. Utána meg kirépázza magát egy királlyal a legvégén, amikor már csak egy egyes kellett volna egy ászt. Áj, hogy egyen megyünk megint fölé. Alatta csak a lányok állnak meg? Hát... akkor én hivatalosan is lányok, mert a tököm megy 18 fölé, hát... 3 a 14-hez az esélyed, hát az... Úristen, plusz még akkor nem is vettük bele azokat a, azt, hogy, hogy már van-e lent kis, van-e lent abból a kártyából, ami neked kell. Ez még jobban rontja. Fuck it, 16. Ú, bakker az ász volt. Akkor az 5. 14. Na, egy bubit. Bubi. 2, 16, na most a bubi, 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 yes! Menjél már fel gyorsabban. 3900. Tizenhét, jó. Mob. 11. 15. Vagy mit tudjen keve? 18. És beteszi elém. A pénzem úgy nagyon... Most felhoztuk magunkat, lemegy, feljön, lemegy. Mondom én, 50-50. 8, 18, 7,
8. 15. Létsz egy nagyot. Ott van a lúz. Yes. Na lássuk, hogy 4000 fölött mi lesz, mindjárt megvan. Jó. 18 kapás, poli, geri. Az ott mennyi? 14. Ha-ha-ha, 4000-nél vagyunk. Yes. We did it. Uró, attól nincsen kocsiba pia. Na nézzük. 4000-nél vajon mi történik. 4000 a tét. 10. 12. 17. 4. 14. Na, még egy tízeset. Húzod ki a tízest. 7. Újjaj. Haj, nem lehet ekkora egy... Ma megint bemakkolja. Majd csak akkor mentek, hogyha már tudom, hogy a kocsiért megyünk. 4000. Káró 9. Mondom, már több pénze van, mint amivel kezdtük. 10. Tizennyolc. Káró, 13, király. 13, 16. Áhahahá. Szerintem ilyen win streaket kéne lenyomnom, és akkor legatyásodik, és akkor adja be. Mondjuk akkor, hogyha a pénz mennyiségére menne a dolog, akkor lenne az editorban olyan rész, hogy a pénzben. Current bet 0MK cars. Hagyjad már! Megvan az autó! Oké. Okay. Már az autóját teszi fel. Just do it, de még nem most. Elmegyünk, mentünk, mert ha ezt becumizzuk... Elgurulok, mentek, és utána visszajövök. Oké, és... Stay hydrated, don't. No. Amúgy, akinek most elindult reklám, az segítsen már nekem még kicsit. Tehát, hogy én akkor indítottam el a reklámot, akkor nyomtam rá, amikor azt mondtam, hogy na most elmegyünk, befejeztem a mondatot, és rányomtam. Na most két lehetőség van. Vagy 7 másodpercet késik a stream, és ezért én még nálatok beszédbe voltam, de amikor elnyomtam a reklámot, ott még beszédbe voltam. 7 másodperccel előbb nyomom el, mint akarom. Így még a beszédemet félbevágta. Vagy a beszédem után volt. Tehát akinek bejött, az segítsen már, hogy... Most is csak megökött a stream, aha. Magyarország. De hogy akinek bejött, hogy befejeztem a mondatot. Mielőtt bejött, vagy a megakadás egyáltalán mikor volt. Shubnak nincs reklám. De egyébként Magyarországon nem jó. Mindjárt meg lesz a kulcs. Ó, még itt nagyban megy a pubban az élet.
mondat felénél adta be. Aha, tehát akkor úgy kell az a taktik, hogy elmondod, leszámolod a 7 másodpercet, és ott nyomod be. Aha. Feri. Vad ilyen lehetőség. Tudod, ez a hirdetés szület indítása. Ami Magyarországon amúgy nem működik, de aki külföldről néz, nem működik. Meg még talán pár embernél, nem is értem. A lényeg, hogyha mondjuk mit tudom én éppen PUBG-ba meghaltál, azt várod, amíg ott a emberek ugrálnak a kezdőn. Érted, várod a 60 szeket. Akkor, hogyha erre rányomsz, akkor ilyen 10 másodperces reklámba ugrik. Szóval olyankor be lehet dobni, igazából. Akkor nem zavar senkit. Na, meg is jó. Tehát, hogy az úgy van, hogy 7 másodperc késés van, tehát neked 7 másodperc késésekkel elnyomni, ha akkor akarod, amikor mondjuk éppen a mondatodnak véget ért. Szóval olyan esetekben, amikor éppenséggel... Igen. De majd ha Magyarországon működni fog, akkor egy kicsikét jobb lesz. Igazából a reklám bejön minket támogat. Most az a 10 másodperc. És direkt akkor nyomjuk be a reklámot, amikor éppen nem történik semmi. Tehát így igazából semmi hátulütője az egésznek. És ez a jó, ez rohadt okos dolog. Miért van az, hogy itt rohadt okos dolgok vannak a YouTube-on, meg ilyenek nincsenek? Legalábbis hát... Hiányában van a YouTube ezek fel... Bázee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 e
Lehet róla adnak. Forma 1 lesz a héten, igen. Már nagyon régen volt. Pénteken lesz Forma 1, illetve lehet, hogy majd Farming Simulator is lesz. Mondjuk ott most egy kicsikét baj van a szerverünkkel. Azóta se írtak vissza. Azóta se írtak vissza a szerverrel kapcsolatban. Aha. Ugye havi szinten nekünk szólnunk kellett, hogy mikor töltsék fel újra a G-portálon a szerverüket. Hát igaz, kicsit megkésve szóltam, de mivel már egy hete nem írt vissza a csávó, tehát akár megkésve szóltam volna, akár nem. Így lejárt a szerver, és konkrétan kitörölték a mentéseinket. Az ARK mentés is elveszett, mert kitörölték az egész szervert. Az ARK Source Shadert elveszett, a Farming Simulator elveszett, és a régi ARK mentés elveszett. Az milyen vidám. De vannak régi backupok. Vannak, van pár biztonsági, csak nem tudom, hogy mikor. Szóval... Király. Mi farmingra egyébként megjött a kedvem. Csak a Source Shadert vagyok bajba, hogy pont most mentünk. Pont most ment minden jól a Source Shadert-ön. Erre nem meg... Fassa. Ja, ki kell törölni. Meg amúgy a pöcsöm se ért, hogy még kell hete, havonta nekem szólni. Miért nem raknak rá egy unlimitedet, vagy valami szart, hogyha már megállapodásunk van, hogy... Mondjuk, hogy tényleg egy szar volt mindegyik ARK mentésünk. De az Aberration is, arra viszont... fuck it. A raft az megvan. Nem tudom. Lehet vissza tudják szedni. Innentől kezdve akárhányszor bebukjuk, be kell tölteni, szóval léci. Ez a tét most nem 4000-ért megy, hanem az autóért. Ha elveszítem, a Satsumát kell odaadnom neki. Satsumát. Ha viszont én nyerem meg, akkor pedig megkapom tőle az ő autójának a kulcsát. Léci, hagyj legyek szerencsés! 19-el indulunk. Oh, fuck it! Ő pedig egy bubival. 19, tehát ha ő 20-at vagy 21-et csinál, akkor nyerhet csak. Bubia van, ami 11-et ér.
Tehát, hogyha lecsapna most az asztalra egy 10-est, vagy egy 9-est, nem. De. 10-est vagy egy 9-est lecsapna az asztalra, akkor beszívnám. Ha fölé nyom, tehát bármilyen bubi, dáma, király jön le, akkor instant meghal. Akkor instant enyém a kocsia. Hogyha pedig alatta, akkor hát alakul majd a dolog. Kérlek, most jöjjön le neked egy király. Léci, még nincs se dáma az asztalon, se király az asztalon. Kérlek, jöjjön le! Várjunk. Ilyenkor nem oda kell nyomni, hanem a... Ideg állapotban voltam, Móni! Hallod? Teljesen összezavarodtam, azt hittem, oda kell nyomni a paknira, a húzásról beszélgettem, és a kártyapaknira kattintottam. Ezt nem hiszem el! Ó, édes! A 97 IQ, hogy rohadjon meg! Azt a telibe vert! Ilyen nincs, ezt... Ez de gáz volt. Csirke érkezett. Ez de gáz volt, úristen. Jó. Mondjuk azt, hogy nem történt semmi. Csak igazából az a legnagyobb esélyemet... Na jó. Lehet még jobb is, de... Most jobb lesz. Érted? Azt mondtátok, hogy a kislányok szoktak kis számokkal dolgozni. Szóval... Én nem. Én nem. Én... Próbakör volt. Én 20 alá nem megyek. Na jó, de... Ilyen nincs. Ez vicc. Hihetetlen. Érted? Két helyre lehet kattintani. Kettőre. Mert nagyon arra voltam ráállva agyilag, hogy ő húzd fog meg kártyát, és így a kártyára gondoltam. Kislányoknak való a 19, hogy 20 alá nem adok. Jaj. Csirke érkezett. Kész szépen Blaze a 80. Síredet. A kár öröm az egyik legszebb öröm. Hanem a legszebb. És Bence kész szépen a sashit. Levéd a kis... Mehet az instant 21. Figyeljetek, kicsapom. Abban a pillanatban. Istenem. Kárz, ott a 21. 20, igen! Oh, yes! Megtartjuk, csak egy 10-essel tud. Sőt, le vagy szarva, 3. Az hanyas, 6, 9. Soha, no way! Az meg egy 9, ami 18. És ott a... Igen, hogy ülj az autója, add ide, you won a car, yes! Ez azt azért én sem hiszem el. Ez azért én sem hiszem el. Oh.
behúztuk a kocsiját, de még hogy. Nem játszom kis számokkal. Calculated. Az egész calculated. Mert a ház csak előtt mentünk szerintem, vagy próbáljuk meg most a házat. House, ott van ház. Vagy mentsük előtte? Hát azért most nagyon beadta. Ne. Jó. Menj előtt. Jó, mondjuk 15 percünk van a izében. Ne. Nem vagytok eléggé bevállalások, komolyan. Hát jó, legyen. És itt a kulcs náluk! Nem kell csavarhúzóval szarakodni! Nice! Kösz szépen! Csak a nyuszik mentedek. Lehet meg lett volna, lehet. De hát ki tudja ezt eldönteni. Mindjárt meglátjuk. Nem malak, nem. Ez új autónk. Egy 60-as Octavia. Azt hiszem, Skoda az biztos. Amúgy erre én is gondoltam már, Firebird. Erre én is gondoltam. Ó, rally győztes vagyok, nem halok én meg. Bakker, ez nem már szünetem jön? De mi volt, hogy az okaja? Ó. De most mész? Nem akarsz még eddig itt maradni, még most rendelek kaját és megjön és... Bakker, elfelejtkeztem a kajáról, mit eszek? Zsír. Jó. Akkor rendelj már nekem egy cílikét gyorsan, létszik, akkor legalább annyit. Halló, Dávid. Na. Hallod? Mi a tökön? Ferinek a stream deckjén van egy Longevita gomb is. És megnyitja a Longevitát, érted? Gombnyomásra. Hülye ez ember. Úgy kéne, hogy ezért kajákra osztva, tudod, és akkor... Megnyomod és már rendelés leadva. Hát lehet ráírni makrót. A sima cirke. A lántott cirke mellett. Ja. Mekkora. A kajarendelő oldalt beadja neki gombnyomásra. Gyors gombra. Ide ne rendelj máskor, mert három átolod. Húha. Mellírtad? Aha. Nice. Ez nem jó, akkor nem fizetik ki. Hát akkor egy kicsit csúszunk. Annyi baj legyen. Pont így csúszunk, mint ez. Jó. Mondta pénteki live-a? Idióta.
Na, mindjárt ott vagyunk. Jaj, ez még nem az, de hülye vagyok. Amúgy nem tudom, mi lesz a csávóval. Kilakoltatjuk. Megvan a kocsi. De amúgy most már értem, hogy miért nem tudunk menteni a WC-jébe. Az csak akkor lesz elérhető, hogyha miénk a háza. Nézd meg a táblát. Milyen táblát? Igen, ez az új kocsi. Hol bérled be a házat? Szavasz? Na csapd ki a házat! Lábát? Mi a szar? Ennek kajak malac lábai vannak. Szóval... Léci, add be! Léci, add be megint! House! Ház a házér! Az én kecom marad, vagy a te kecód marad. Lássuk, kérlek! 13. Ő egy dámával jött. Már most fölöttünk van igazából, ám még nem, de erre muszáj rátennünk. Igazából nem muszáj, ha a következő egy király, vagy egy dáma, vagy egy bubi, mindenféleképpen rip nekem. De, ha én most megállok, és az a dáma, király, bubi hozzámegy, akkor meg neki rip. Mi lehet a következő kártya? Tuti nem nagy. 6-os! 19, ez az! Dámával van, ami azt jelenti, hogy 12 pontja van. Ami azt jelenti, hogy... Hát van még neki bőven mit alkotni. 9-es kell neki. 9 fölött rip. 9 alatt még van esély. Kérlek. 9. Uy, mit tuyen que va? Érted? És ha én húztam volna föl a 9-est, akkor meg nekem rip. Tehát, hogy ez mindenképpen nekem lett volna rip. Ez olyan szar. Ez is csak próbakör. Tehát ezt nem lehetett volna megnyerni, ezt a kör. Szar ez a játék. Ilyen az a szerencsejáték. Bólattom.
De van egy tök jó verdánk. És mi lenne, tehát elveszítem a házamat és kilakoltat? Vagy mi történik akkor? Nem mehetek haza aludni? Vagy a szülők hazajönnek és megölnek, mert eljátszottam a házat, vagy mi? Hát rendesen ezeket meg kellene nézni. Ó, kicsit ráhúzunk, mert még csak most rendeltem kaját. Ó, para. Nem tudsz bemenni az ajtókon. Wow. Ez deszer, érted? Eljutok idáig. És elveszítem a házat. Jön körbe, amit nem nyerhettem volna meg. Édes tököm. Hát de csak megcsúszott egy kicsit, hát most mi volt abban vagy? You wanna dance? Ám, hogy van benne valami, Junior. Kíváncsi ezek, hogy majd tényleg mi lesz az értelme ennek. Mert amúgy ez mekkora király lenne, majd kiadjuk tényleg a bérletbe a házat és jövedelmez. Na, Darda. Ez nem ide való stílus. Máshova lehet, hogy való, de ide nem. Nem kell vigyázzam, én rally győztes vagyok. Ennyi pénzért meg is vehetnéd, amúgy. Jó, hát hátsó kerek, és tudod, hogy kidobja a seggét? Figyelj, az előbb ő nyert, most én fogok. Ez ilyen. Ez a hátsó kerék. Ilyen talajon borzasztó. Tényleg kecske. Ez hülye. Amúgy ez jó gép elvileg. Megjöttünk. Csókolom, uram! Itt pénz. Ó, loptuk Vinkét. Kérem a házát. 12, rohadjál meg. Kérek egyet. Csirke érkezett. Te pezzük, dálmával indulsz. Hát de miért? Köszi Főnix, te megpróbáltad. Már hallod, már alapból több volt neki, mint nekem. Neki dámája volt, a dáma pedig 13-at ér. Nekem 12 volt. Kihúzom, dáma. Túl mondjuk a 21-en, lose. Azt az ideges. Lehet, hogy a három levél miatt nem működött. Az igaz.
Szar ez a játék. Vagy hátra az ólba beteltem majd a... Hízó, vagy mi történik majd az emberrel? Nincs 4 levelű, nem áll. A rohadt anyádat! Esik az eső, csúszik a murva. Vivi, még addig lesz egy születék. Keep calm. Úgy is jön a kaja. Ja, hallgatni kell Cseggőt. Remélem Feri figyel majd. Kajára. Nem tudom, van-e oda teleport. Még szerencsék közel? Tök sima az út. Kicsit koncentrálok. Hogy lehet egy autó annyira fordos? Ez nagyon durva. Középen mi az a izé? A csatorna fedeleken szokott ilyen lenni. Amikor az út szélén van, komolyan. Nagyon durva. Most már legyen meg, Levi. Én is azt mondom. Kösz szépen a szerencsét. Na. Kérem szépen. Ház. Ház. Dob ki. 13. Maximum 8. Do it! Just do it! Erre nem számítottam. Fúj, mekkora buzipók, üssük le. Mi a telibe vert? Komolyan, mi történik itt? Tehát ezért Pigmen. Na nyugodjál már le, mi vagy te itten, azt hiszed, hogy... Takarodjál vissza a karámba, büdös gyökér. Hú, mindjárt meghalok az ütögetéstől. Hülyék a kecó! Amelyik nem tudom, hogy mit jelent. De amúgy javigy általak, hogy a forrasztos. Állattál. Miénk a ház? Ez az... Nem tudom, ez miért jó. De miénk, tök jó. Esős, szomorús napod elvesztette a házat. Hát... Na várjál, mindjárt körbenézzük a házat, hogy mi lett a vég. De úristen, hát mi a szar volt ez? Várjál, kecske, az már hét határon túl van, nem tudom, hogy... Milyen aranyos! Van kicsi grillünk, amivel lószart nem tudunk csinálni, de van. Van fánk,
amit nem tudunk ellopni. A kecske az ilyen más. És van egy kecó, amiben van egy szekrény, meg még egy szekrény, amiben nincsen semmi, meg egy pad, amin lehet aludni, igen. És meg a móló hajó nélkül. A malac ember meg belemászott a vízbe. Az autó, ez alapból benne van a játékban. A full vízparti. Ide lehetne hozni a Satsumát, meg ilyenek, de... Mondjuk amúgy itt vagyunk a városhoz tök közel. De mondjuk nincsen se szerelőakna, se garázs, se aksi töltő, se semmi. Mert amúgy tényleg nagyon jó fekvése. Itt vagyunk a városhoz közel. Hát én nem tudom. Ezen kívül jó valami... Basszus. Ezen kívül jó valamire? Nem tudok aludni. Miért nem tudok aludni? Jaj. Miért nyomna a drift pályán? Az jó kérdés. Tudok a házban, igen, ott a padon. A gyorsulását én is megnézném, jó? Hazavisszük a szörnyeteget. És megnézzük a gyorsulását. Elmegyünk az attól. Hát a pályán megnézzük, mit vagy, jó? A gyorsulás nem egy nagy dolog igazából azért. Attól függ, hogy jön a kaja, oké. Okay. Nitrót vele. Ah. Mert ha megjön a kaja, akkor ezek. Igen, látom, hogy szomos vagyok. De az autópályán nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit megy. Hát nem hiszem, Ákos, mert... Hát már a füzetben nincs ott, meg nem hiszem, hogy csak akkor jelenne meg, amikor megvan, vagy amikor oda viszem, vagy valamiért. Azzal a házad nem lehet csinálni semmit. Ó, szia, Nasi. De mondtam, hogy nem lehet tudni benne. Instabil nagy sebességnél? Az lehet. Na mi van már? Hanyadik kocsimmal jövök? Ti még mindig ugyanazzal gurultok. Az a szennyes kosárra. Berendezés az alkoholista csávótól. Ja. Tényleg amúgy vajon otthon van? Meg kéne látogatni. Mert valaki írt egy olyat, hogy... hogy a házat tényleg albérletbe lehet adni. Ez valós vagy nem? Gyors házlátogatás. Régi barátokat üdvözöljük. Húha! Nem szarra a gurit. Hello! Hiányoztam! Csá! Újság! Hol?
Tegus hát a lőskalérnis. Oppalé. Jól hírom garba. Wow. Jó a buli. Látjátok, most már tudjuk, hogy miért nem jött hozzám baltával. Szerintem egyrészt leszarja, másrészt pedig a baltát se tudná megfogni. Olyan... olyan szögrészeg. Na mindegy. Van nálam pénz? Baszki, egy büdös peták nincsen nálam. Kártyával lehet fizetni? Azt hiszem lehet. Jó. Akkor legyen úgy, hogy most elmegyek a bankba. Fuck, valamikor nem hozza magával a izét. A kártya leolvasó, a büdös picsába. Jó. Jó. A My Summer Car mára legyen ennyi. És... azon gondolkozok, hogy... jó lesz ez. Oké. Okay. Szünet. De hogy ez benne is van, várja, átváltok, hogy biztos.